Arról tudok önöknek beszámolni, hogy 2023 nyarán egy öltöny bejelentést a Veszprém vármegyei rendőrfőkapitányságon, amely szerint az édesapját fogva tartják, és kábítószerrel bódult állapotba helyezik, és ezzel a tudatát módosítják. Ennek az úrnak volt ingatlan vagyona, amelyet értékesített, és ezt családmódon az elkövetők kicsalták tőle. Ezen alapinformációkra tekintettel a kollégáimmal nagy erőkkel kezdtük meg a nyomozást. Ennek során megállapítottuk, hogy Veszprémben élő 6 fős elkövetői csoport szervezetten időskorú személyek sérelmére követi el ezt a bűncselekményt. Ezen időskorú személyek zömmel alkoholista életmódot folytattak, rendkívül hátrányos helyzetűek voltak, kiszolgáltatott személyek. Ezeknek a bizalmába férközve sikerült a jövedelmüket, illetőleg az egyéb vagyontárgyaikat megszerezniük az elkövetői körnek. A módszerük az lényegében barátság, illetőleg szerelemszínlelés volt az elkövetői körnek. Ezen információkra tekintettel 2021. november 21-én a készenléti rendőrségi, valamint a Fejér vármegyei rendőrfőkapitányság csoportjaival egy akciót tartottunk. Ennek keretében 6 főt elfogtunk. Az elfogást követően őrizetbe vettük őket, illetőleg kezdeményeztük a letartóztatásukat. A 6 főből 5 főt a Veszprém vármegyei járásbíróság letartóztatott, egy fő ellen pedig bűnügyi felügyeletet rendelt el a fiatal korára való tekintettel. Az elfogáskor ezek a sértett személyek, akiket beazonosítottunk, ott éltek az elkövetői körrel méltatlan körülmények között. Az eljárás során az ő biztonságos szállásukról a továbbiakban viszont gondoskodtunk. Jelen állás szerint eddig 33.855.000 forintot sikerült az elkövetői kör vonatkozásában kárértékként megállapítani, ami akár bővülhet is az eljárás során. A vagyoni visszaszerzés vonatkozásában a záralávételt, folyószámla záralávételt, illetőleg járműlefoglalásokat kezdeményeztünk ez idáig. Mentem itt érzem. Köszönjük szépen! Ja, köszönöm szépen ezredes, köszönöm szépen Örnagy úr, és köszönöm szépen a médiatartalmi szolgáltatást.